Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látják, Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Rebel Roots Sport Egyesület Bonyhádon. Fiatal tehetségek Csobot Baros Eszter vezetésével. Tolerancia nap Zombán. A roma kulturális értékek fontosságára hívták fel a figyelmet. 21. forgó fesztivál Závodon. Nagy érdeklődés övezte az eseményt a rossz idő ellenére is. Strudel Fesztivál 26. alkalommal ünnepeltek Nagymányokon. A Bonyhádi Rebel Sport az ország legnagyobb és legrégebbi rútsport hálózatának tagja, versenyzői szinkronúszás, tánc rútsport, sportegyesület tagjaként versenyeznek. Csobot Baros Eszter mutatta be részletesebben ezt a fajta sportágat. A rútsport egy kevésbé ismert sportolási fajta, amit most Csobot Baros Eszter mutat be önöknek. Ez az STRS, ez a Szinkronúszás Tánc Rútsport Sportegyesület, ennek pedig ugye én vagyok az alapítója és elnöke. Ezen keretek között tudnak a gyerekek vagy felnőttek is akár versenyezni. Rebel Studio hálózat pedig az ország legnagyobb, 4 városban található meg jelenleg, és legrégebbi, több mint 10 éves múltra tekint vissza rútsport hálózata. Erre most már büszkén mondhatjuk, hogy több is, mint sport, a közösségformálás, a nőiességnek a hangsúlyozása, az, hogy meg tudják élni a nők a nőiességüket. Ez nagyon fontos, egyébként ott budapesti agglomerációkban van a másik 2 stúdió, és még ugye a bajai a Bonyhádin kívül, így épülünk fel. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, és azt látom nem csak a gyerekeknél, hanem a felnőtteknél is, hogy barátságok születnek, a barátságokból aztán duópárok, csoportok alakulnak, és így mennek el versenyre, és felnőtt nők abban találják meg a kiteljesedést, hogy amatőr szinten ugyan, de eljárnak rútsportversenyre, és akár nem is muszáj, ugye egyedül, akár lehet párosban, csoportban megmérettetnek, és az egy olyan pluszt az önbizalmuknak, az önértékelésüknek, az, hogy meg tudják élni a nőiségüket, hogy mindenképpen előnyére válik ez, én azt gondolom bárkinek. Hát ugye a nyár az mindenhol eléggé uborka szezonnak számít, vagy hát a sportolás szempontjából ugye mindenki nyaral, meg nagymamánál van ugye a gyerekek, a felnőttek meg nem tudják kire bízni a gyerekeket. Úgyhogy mint olyan sok helyen ez nálunk is egy elég uborka szezon, ahogy azt korábban is mondtam, viszont már most látjuk, hogy elkezdődött a szeptember, elkezdődik a gyermekek és a fiatal felnőtt, akár a felnőttek időbeosztása is ugye lazább lehet, illetve jön az ősz, már nincs az a nagy kánikula, és van az embernek kedve megmozdulni. Itt már világbajnoki, illetve Európa-bajnoki szinten is több sikert értünk el. Azt kell nagyjából egyébként tudni, hogy átfogóan a rútsportról, a rútművészetről, ez a két irányzat van, nemzetközi szövetségünk van, 2 darab, a POSA és az IPSF, itt is már lehet egyébként rúdművészet kategóriában indulni, de ezen kívül számos nemzetközi rúdművészet verseny van a világon. Mi több olaszországi szinten mérettettünk meg, a Polers Európa-bajnokságon a lányok, itt látható háttérben lányok nagy része indult már, és egyéniben második, harmadik helyeket csíptek meg, duóban Európa-bajnokok, ezután jött a világbajnokság, a Pollard Italy, tavaly tavasszal, ahol pedig világbajnoki címet szereztek. Erről azt kell tudni, hogy a legrégebbi rúdművészetverseny a világon. Tehát itt például lett egyéniben 10. helyünk, 4. helyünk, 12. helyünk, és ezek annyira nagyon erős eredmények, hogy ez középmezőny egyébként, és erre annyira büszkének lehet lenni, mint mondjuk egy kisebb versenyen, ha mondhatjuk így, vagy kevésbé nagy múltra visszatekintő versenyen, akár egy dobogós helyre, mert itt tényleg a világ legjei, akit az ember bekövet a közösségi oldalakon, és leesik az álla, hogy úristen, nem hat rá a gravitáció, és mi történik? Na, ők itt szerepelnek, és itt mutatják meg magukat. A nyílt napunkról, hogyha valaki esetleg lemarad, akkor, mint azt mondtam, ugye bármikor megteheti az érdeklődést a weboldalunk, vagyis a Facebook oldalunkon keresztül, a Rebel Sport Bonyhád oldalnak írt üzenetben tud jelentkezni, és itt az adminisztrátorunk, ugye egy közös adminisztrátora van a hálózatnak, ő felveszi vele a kapcsolatot, elmond minden szükséges információt, hogy mire lesz szükség, és hogy épül fel egy óra, és így bármikor lehetőség van a csatlakozásra.
másodikban kezdődött, akkor voltam körülbelül 8 éves, mikor ezt elkezdtem csinálni Baján, mikor megnyílt az első Rucspa stúdió. Barátnőim vettek rá, hogy elmenjek velük órára, és igazából azóta nagyon megtetszett, és így nagyon beleszerettem, hogy nagyon jó sportág szerintem. Elég sok edzésünk van egy héten, mármint így van kettő csoport, ugye gyerek és felnőtt, és gyerekkóra, ha jól tudom, háromszor van egy héten, a felnőtteknek 7 és vagy 8 edzésünk is van, hogyha ugye úgy jön ki. Egyébként nagyon szerezem ezt a sportágat, mert nagyon sokat lehet fejlődni, mindig mindenki megtalálja a saját elemeit, trükkjeit. Vannak hajlékonysági elemek, amikhez ugye nyilván nagyon hajlékonynak kell lenni, vagy mondjuk spárgázni kell tudni, vagy a hátadnak kell nagyon hajlékonynak lennie. Akkor vannak erőelemek, amihez ugye sokat kell erősíteni, meg kell tartani a saját testsúlyodat. És vannak forgások is, amikor meg körbe kell futni mondjuk a rút körül, és dobni egy terpeszt, vagy valami ilyesmit. És vannak dinamikus elemek is, amikor mondjuk zuhanni kell egyet a rúdról. És igazából amikor már minden elemből tök sokat tudsz, meg tapasztaltabb leszel, akkor kezdesz el versenyezni. Három éve rúdsportolok, mellette még lovagolni is szoktam. Voltunk Szigetszent Miklóson a házi bajnokságon, ott duóba első helyezetet értünk el, egyéniben nem értem el helyezést. A Bajai Rebel stúdióba szoktam edzeni, most is fogok menni versenyre, majd októberbe, ott is duóban. Ez a sportág szinte bármilyen korosztálynak ajánlott. Nagyon jó sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket nyújt szinte bárki számára. A roma közösségeknek nagyon fontos a nemzetiségi identitás megőrzéséhez kapcsolódó kulturális örökség bemutatása, a hagyományok, gasztronómia, szokások és ünnepek megismertetése és továbbadása. Ennek érdekében a Zombai Romákért Egyesület 16. alkalommal rendezte meg a Tolerancia Napot a községben. Brandt Róbert, az országos roma önkormányzat képviselője nyitotta meg a rendezvényt. Zomba, én azt gondolom, a megyén belül egy olyan település, ahol a cigány hagyományokat, a roma kultúrát rendszeresen rendezvények formájában is, rendezvényen kívüli formában is őrzik, illetve ápolják. Ehhez még külön gratulálok nekik. Azt gondolom, hogy Tolna megye teljes cigányságát kell segíteni, ha igényük mutatkozik rá, és én ebben teszek ígéretet, hogy Tolna megye teljes cigányságát igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni, támogatni. Roma identitás tudatuk útján egy valódi közösséget formáltak, ami a hagyományok megőrzését és megerősítését szolgálja. Foglalta össze Szancsik Mária, a Zombai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Nagyon fontos, hogy az ifjúságnak továbbadjuk ezeket a hagyományokat és a roma kultúrát, hiszen ha mi nem őrizzük, vagy nem ápoljuk, sokszor mondják, hogy nem kell azt mondani, hogy őrizzük, hanem ápoljuk, vagy továbbadjuk az ifjúságnak, akkor el fog veszni a kultúránk. És mi nagyon fontosnak tartjuk, úgyhogy mi már az Egyesületünk 20 éve foglalkozik a roma hagyományőrzéssel, mint fő profillal, nem csak helyben, hanem Tolna megyében, Magyarországon, sőt Románia is felléptünk már a kis csoportunkkal, úgyhogy én a táncon kívül nagyon fontosnak tartom, hogy roma népismeretet is tanuljanak a gyerekek, így az iskolába beszoktam menni nemzetiségi héten, roma népismeret órát tartani a gyerekeknek. Elég nehezen
kézzelfoghatók a gyerekek, de én azt vettem észre, hogy mi a 18 éves munkánk alatt, a társcsoport 18 éves munkája alatt, mi a gyerekeket meg tudtuk úgy fogni, hogy nem kallódott el egyetlen egy se, nincsen mobil, tehát online függőség, amikor itt vannak, be vannak ők tanulva már arra, hogy be kell öltöznöm, időbe ott kell lennem, egy időbeosztást is megtanulnak a gyerekek, akkor önkéntes munkát is ugye tanúsítanak ezzel, hogy ők itt vannak és táncolnak, illetve hát a roma hagyományokat. Nagyon fontos, hogy a roma identitástudatot felvegyék, tehát hogy ne tagadják le, hogy ők roma származásúak, ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen most is a népszámláláskor 100 000-rel kevesebb romát számláltak össze, nagyon-nagyon nagy gond, hiszen minden onnan indul el, hogy hányan is élünk ebben az országban, mint roma nemzetiség. A közösséget erősítjük, tehát még az, ami nagyon fontos számunkra, tehát a roma közösségen kívül az, hogy a nem romák is részt vegyenek, tehát legyen egy ilyen integráció, és érjenek el roma kulturális tartalmakat, hogy ne csak az előítéletek legyenek, hanem legyenek pozitív dolgok. Tehát bemutatjuk azt, hogy milyen pozitív értékekkel rendelkezik a cigányság. Nálunk nagyon összetartó a közösség, most büszkélkedhetek, mert 10 taggal bővültünk. Tehát ebben az évben 10 tag lépett be az egyesületünkbe újként, és azt elmondhatom, hogy a 10 tagból talán 2-3 roma származású és nem roma származású emberek is beléptek, és segítségül vannak, tehát önkénteskednek az egyesületbe, sütöttek süteményt a mai napra, még azzal is tudunk kedveskedni a vendégeknek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk jól működik az egyesületi tevékenység, illetve a közösség. Az eseményen több meghívott roma tánccsoport és egyesület lépett színpadra és adta elő a térségükre jellemző hagyományos táncaikat. A megjelenteknek tradicionális étellel is készültek. Az ebéd egy cigány hagyományos pörkölt lesz lecsóval és punyával, illetve tésztát is főztünk, mert valaki azt szereti. Savanyúsággal, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a vendégeket. A roma kultúra művelésének támogatása mellett meg kell teremteni annak feltételét, hogy a többségi társadalom is megismerhesse a tradíciók értékeit. A saját kultúra bemutatása hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, erősíti a közvélemény elfogadását. XXI. Forgó Fesztivál Závodon. A rossz idő ellenére idén is nagy volt az eseményre az érdeklődés a závodiak és környékbeliek körében. Főzőverseny és sok más kísérő program várta az érdeklődőket. Závodon már 21. alkalommal rendezik meg a Forgó Fesztivál néven elterjedt falunapot. A rendezvény kétnapos, ilyenkor lehetőségük van az embereknek a rég nem látott barátokkal, ismerősökkel újból eltölteni egy kis időt. Meg kell említeni azt is, hogy helyi alkotók kiállítását is megtekinthették a szórakozni vágyók. Ugye tavaly ünnepeltük a fesztiválnak a 20. jubileumi alkalmát. Ez magasra tette a lécet az elképzeléseink szerint, hiszen mindig az a törekvésünk, hogy az előző évnél rosszabb ne legyen, és ne legyen alacsonyabb a színvonala. Nagyon jónak ígérkezett, az előkészületek azt mutatták, hogy ismét egy felejthetetlen alkalom lesz az Audi Forgó Fesztivál. Eredetileg 29 főzőcsapat nevezett a Bogrács étel főzőversenyre, és idén is tartottuk azt a szándékunkat, hogy kétnapos rendezvényt tudjunk biztosítani. Helyi alkotókból készült kiállítást terveztünk megnyitónak, és a szakmai nap e köré épült föl. Rendkívül értékes és tartalmas délután volt. 11 alkotó, helyi alkotó gondolta úgy, hogy részt vesz ezen az eseményen, és bemutatja a termékeit, kézműves termékeit. Volt, aki hímzéssel, szövéssel,
foglalkozik. Volt köztük, aki lekvárt készít, sajtot készít, illetve málnaszörpöt, és olyanra is volt példa, ahol avarkori leletek alapján rekonstruáltak ékszereket, például csontékszereket, kerámia edényeket, tehát nagyon tartalmas és nagyon sok oldalú volt ez a szakmai nap. Tudtuk, hogy rossz idő lesz, ugye ezt az előjelzések mutatták, de elhatározott szándékunk volt, hogy mindenképpen megtartsuk az eseményt. Tudjuk azt, hogy a závodi forgófesztivál az nagyon sok emberbe egy fontos pillanat az év folyamán, hiszen baráti társaságok tudnak ilyenkor találkozni, rég nem látott ismerősök, és a maga a főzőgárda is egy olyan összeszokott csapat, hogy mindenki ismer szinte már mindenkit, és ezért nagyon nagy volt az a belső késztetés, hogy nem mondjuk le az eseményt, tartsuk meg mindenképp, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli a főzőcsapatoknak a hozzáállása, hiszen az eredetihez képest 19 csapat mindenféle nehéz körülmény ellenére úgy döntött, hogy igenis vállalja és itt főz, elkészíti azt az ételt, amit elképzelt. Kulturális programok, folyamatosan zajló események vannak, párhuzamos programok ugyanúgy működnek, a gyerek és kézműves foglalkozásokat a sátrak alatt meg tudtuk tartani, és gyakorlatilag egy-egy lemondással megúszta az esemény úgy, hogy gyakorlatilag tudta tartani a színvonalat és az állandó produkciót. Nagyon eredményes és nagyon sok jó étel készült, azt mondta a zsűrigárda, aki most egy teljesen új tagokból álló csapat, és azt mondták, hogy nagyon nehéz döntést hoztak, nem is tudtak igazság szerint egy első helyezettet kiválasztani, így két első helyezettünk lett, a pali csapat halászlével és a székelyek csapata egy marha pörköltel. Mi a családommal mindig halászlevet főzünk, és most nem akarok nagyon dicsekedni, de általában ott szokunk lenni a toppon, de nem is ez a lényeg, hanem a baráti kör a lényeg. Mindenki szeret nyerni, én is, mi csapatunk is szeret nyerni. Most ismét összejött egy nyerés, és nagyon örülök neki, és családom is, és a baráti kör is. Nem úgy kell főzni a család, illetve mindenki itt, nem csak magunkról beszélgetek, itt mindenki úgy főz, minden főző, minden versenyző, hogy ne 2 deci maradjon, vagy éppen nem lesz elég. Tehát az a jó, annak körül az ember, hogyha jön egy nem várt vendég, azt is meg tudjuk kínálni. A rendezvény színesítette még a hangszerelemzene stúdió, de most egy személyben Hauser beállt a fellépésével. Igen, sajnos lebetegedtek a gyerekek, és én úgy gondoltam, hogy én viszont akkor helyettesítem őket. Több helyen már énekeltem országosan, és én úgy gondolom, hogy a közönség nem fog csalódni. Mindent megteszek, hogy ezeket a gyerekeket helyettesítsem, habár azért a kis bájos mosolyukat, a gyerek mosolyt, azt azért nem tudom pótolni, de bízom benne, hogy a závodi közönség még hallhatja a gyerkőcöket. Ugye a Hangszerelem Zenestúdió 3 éve alakult Szekszárdon, könnyű zenét oktatunk iskolarendszeren kívüli művészeti oktatás címen, és tulajdonképpen a könnyű zene mindenféle hangszerén, valamint ének, szólóének és csoportos énekoktatás folyik. Országosan és nagy büszkeség, hogy az idén át is léptük a határt, Erdélybe is jártunk, és ott is koncertet adtunk, méghozzá mi avathattuk fel Nagygalambfalván az új színpadot. Hát mondhatom, hogy a nyár folyamán 26 koncerttel bővülködtünk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk. Könnyű zenei slágereket és musicalt, valamint operett dalokkal fogok zárni. Nagyon nagy sikere szokott lenni a közönség körében, úgyhogy azt semmiképpen nem szeretném kihagyni. A závodiak jövőre is nagy lelkesedéssel fogadják majd a forgófesztiválra az érdeklődőket. A Nagymányoki Glückauf Egyesület idén 26. alkalommal tartotta meg a búcsú, bor és trúdel fesztivált.
A kétnapos rendezvénysorozat alkalmával az ilyenkor hagyományos szüreti felvonulásra, valamint a közös rétes húzásra is sor került. Szombati rendezvény szüreti felvonulással kezdődött. A táncosok, a fuvószenekar, valamint a meghívott csoportok a Nagymányoki Művelődési Központnál gyülekeztek és vonultak fel a tájházhoz. Ott egy lakodalmat játszottak el, és utána indultak tovább a rendezvény helyszínére. Felvonulásra indultunk, ugye, és gyakorlatilag most kulturális műsor lesz, hagyományosan hagyományőrzött táncsoportokkal, utána lesz egy kis tombola sorsolás gyerekeknek, hagyományos gyerekjátékok lesznek, és ezen kívül lesz még egy kis koncertünk, és a végén egy diszkó és egy tűzijáték fogja zárni. Nyilván ennek egy hosszadalmas része van, de ahogy mondtam is a beszédemben, ez most már úgy működik, mint egy dokszóra, tehát megvannak a bevett szokásaink, tudjuk, hogy miként kell menni, megvannak az embereink rá, akik ezt csinálják, és ez nagyon olajozottan megy már. Péntek délután kezdődött a hagyományos rétes nyújtás. A csapatok igen felkészülten érkeztek, remek munkát végeztek. Rengeteg rétes készült el a hagyományos alaptöltelékekkel, volt túrós, megyesmákos, diósmegyes, grízesmegyes és almás is. A rétes húzás, ugye ez nem a réteslapos rétes húzás, hanem ahogy a nagyanyáink csinálták, ez egy húzott rétes, és gyakorlatilag 180 darabot húztunk meg, és 26 csapat, olyan 260 ember húzta a rétest. A fesztivál az egyik legnagyobb rendezvénye a településnek a Város és Bányásznap mellett. 26 évre tekintünk vissza. Ez korábban még csak születi felvonulásról szólt, illetve ez volt a nagymányoki búcsú, de amióta itt a másik helyszínen kerül megrendezésre 14 éve, azóta van a rétes nyújtás is, és akkor ezzel bővült ki a program. Az eseményen kézművesek és termelők kínálták portékáikat, a kulturális műsorok mellett pedig mindenki megtalálta számára megfelelő programokat, hiszen volt falmászás, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás és különféle bemutatók is. Igazából Nagymányok második legnagyobb rendezvénye a Városnap után. Nagyon nagy hagyománya van, ez abból is látszik, hogy már 26. alkalommal kerül megrendezésre. Ezen a helyszínen 14. alkalommal van megrendezve. Úgy működik a program, vagy úgy szokott lenni a program, hogy a pénteki nap csapatok jelentkeznek és rétes nyújtás van. Most 26 csapat jelentkezett, 26 csapat nyújtott rétes, négyféle ízben csináltak réteseket, azt ma reggelre megsütik, és akkor meg lehet vásárolni, és a szombati nap szól az egyéb programokról. Most éppen a floorplor műsor számok vannak, utána este egy koncert lesz, tűzijáték, majd hajnalig retrodiszko.
Színpadi műsort követően a gyerek és felnőtt tombola sorsolás következett. Idén egy wellness üdülés sorsoltak ki főnyereménynek. Folytatásként a Csíd zenekar adott remek koncertet a Rock jegyében. Tűzijátékkal és hajnalig tartó bállal remek hangulatban zárult a rendezvény. Önök a Tolnatáj Televízió Völcsegi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!